Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat, a megyei értéktárbizottság és a Vidékkincse Egyesület szervezésében második alkalommal hirdeti meg a megyei általános és középiskolás diákjai számára a helytörténeti vetélkedő Értékes Barangolás 2017 című vetélkedő sorozatát. Tavaly nagy sikert aratott a megmérettetés a megyében, a Tiszaszalkai Általános Iskola pedig országos döntőbe is szép eredményt ért el. A tavalyi rendezvényünk, az Értékes Barangolás vetélkedő, az hatalmas siker volt, nem csak megyén belül, hanem nyugodtan mondhatom, hogy országos szinten is olyan eredményeket értek el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapatok, amelyekre méltán lehetünk büszkék, hiszen megemlíthetjük, hogy például a Tiszaszalkai Általános Iskolások második helyezést értek el az országos döntőbe, úgyhogy erre külön büszkék vagyunk. És nagy volt az igény az iskolák részéről, illetve azon csapatok részéről, akik korábban már részt vettek, hogy ők szeretnék ismét megmérettetni magukat. És természetesen a megyei önkormányzatnak, az értéktárbizottságnak is kitűzött célja volt, hogy ezt a sikeres vetélkedőt ezt mindenképpen folytatni fogjuk ebben az évben is. A vetélkedő célja, hogy a fiatalok jobban megismerkedjenek a megyei és a nemzeti értékeinkkel. Maga a feladat az természetesen egyrészt a megyei értéktárban szereplő értékek köré összpontosul, amelyben most már 94 értéket számlálunk, és természetesen a 2012. évi 30-as törvény is alapját adja majd a kérdéseknek, illetve azon hungarikumok, amelyek szerepelnek már a nemzeti értéktárakban. Úgyhogy bízunk benne, hogy a felkészülési segédlettel együtt, illetve a plusz tudással együtt, amelyet már akár korábban, akár pedig most meg fognak szerezni a jelentkező csapatok, megint egy nagyon színvonalas és nagyon élvezetes döntőt, illetve vetélkedő sorozatot fogunk tudni lebonyolítani. A versenyfelhívásokat már kiküldték az általános és a középiskolások számára. A vetélkedőre az intézmények 5 fős csapatokban jelentkezhetnek. November 15-én egy online fordulóval kezdődik a megmérettetés. Az internetes feladatok eredménye határozza majd meg, kik juthatnak tovább a december 13-ai döntőbe, melynek idén Szabolcs község ad otthont.